Négy szakmában 86 tanuló kezdte meg a vizsgát a Vescsik Vilmos élelmiszeripari szakközép és szakiskolában Nyíregyházán. Az Ungvársétányi tanműhelyben a péktanulók adtak számot szakmai felkészültségükről. Van, aki kenyeret dagaszt és süt, és van, aki péksüteményeket készít. A diákok többsége perspektívát lát ebben a szakmában. Mindenféleképpen ebben a szakmában szeretnék elhelyezkedni, mivel ez egy olyan dolog, amit szeretek csinálni, és szerintem a pék dolog az fontos Magyarországnak. A pék szakma népszerű a gyerekek körében, amelynek oka az is, hogy sok kis és közepes vállalkozás tud ilyen szakembereket alkalmazni. Az iskola vezetése szerint is jók a végzősök elhelyezkedési esélyei. Én azt gondolom, hogy a KKV-i szektor nagy felvevőpiaca, ennek sok kis és közepes vállalkozás foglalkozik a pékeknek a munkájával, és ezek a gyerekek látják ezt, és ott évközben is részt vesznek gyakorlatokon. Tehát én úgy gondolom, hogy a vizsga után nagy többségüknek biztos munkahelye van. Az elméleti vizsgákon már túl vannak a diákok, és a sikeres szakmai vizsgákat követően a szakmunkás bizonyítványukat is átvehetik.